a Gyűlölet című filmzenéjét hallhatjátok, amelyet Matthieu Kassovitz rendezett még 1995-ben. Hát nem győzöm hangsúlyozni, hogy ez mennyire egy látnoki erejű alkotás. Profétikus erejű. Megjósolta azt azokat a utcai zavargásokat, amelyek Párizsnak a külvárosait most már szinte rendszeresen törik, zúzzák fel. Szinte és rendszeresen. 2005 volt az igazi nagy zavargás hullám, amikor boldog-boldogtalan Kassovitzot kereste a filmje miatt, hogy nyilatkozzon, és aztán ki is rakott a honlapjára inkább egy szöveget, hogy valahogy kielégítse a médiának a rengeteg megkeresését. Úgyhogy, és hát azóta azért mondjuk, hogy folyamatosan, mert 2005 november nem egy ilyen kiemelkedő valami, egy ilyen nagy hullám, hanem azóta, aki egy kicsit szemfülesen fogyasztja híreket, az láthatja, hogy rendszeresek most már a zavargások Franciaországban, és most már vidéki városokban, és nem csak Párizsban. Ezek külvárosi zavargásokról beszélünk, mert franciák mindig erősek voltak a sztrájkban, meg a diákok is a belvárosban tudnak zavarogni, hogyha jogaik sérülnek. Ebben a franciák mindig nagyon jók, ahogyan egy cinikus neoliberális politikai elemző mondta egyszer, rendszeres szociális hasgörcs. Ennél szebben még nem láttam embereknek a demokratikus jogait lefikázni, de itt most a külvárosokról van szó, tehát most nem a lázongó diákok, nem a sztrájkomunkások, itt a külvárosokról van szó, és ez folyamatossá vált. A film három főbb szereplője, Vince, Abdul és Said, egy arab, egy zsidó és egy néger fiatal ember. Pontosabban egy zsidó, egy Huber, Über a fekat. Igen. Said az arab, és Vince az pedig a zsidó. És azt kell tudni, hogy itt tényleg... És mi meg vagyunk a fehérek, akik nézzük a filmet. Igen, a karakterek, azok a hős... A saját keresztnevük. Igen, kutnak. Igen, na a hősök, azok a színészeknek a nevét kapták meg. Tehát Vince szerepében Vincent Cassel, vagyis Vincent Cassel. Aki ezzel a film mellett sztár. Abdult Abdel játsza, Saidot pedig Said. Tehát itt... És egyébként mind a hárman keresett színészek, tehát nem ezt az egy filmet jegyzik. Hát Vincent Cassel be is robbant az élvonalba ezzel a filmmel. Magyar hangja Csonka Pici. Ding-dong Bandi András. Ezt nem fogjátok elhinni, de ebben a filmben Csonka Pici Ding-dong Bandi András valami kiválót nyújt. Én magam úgy képzelem el, hogy amikor Csonka Pici Ding-dong Bandi András majd magához rendeli a teremtő, és a belépésért... Ezt mindig elmondjuk egy-egy jobb szinkron szerepénél, de tényleg belépésért ami Vangelis zenéje a tűzszekerekben, az itt Csonka Pici szinkron hangja. Igen. Amikor majd belépésért kuncsorok Szentpéternél a Mennyország kapuján kopogtat, ahogyan azt Bob Dylan annak idején megénekelte, akkor majd Szent Péter megkérdezi, hogy na ugyan már mit tudsz te lerakni az asztalra, mert a borzalmas tévés szerepléseidet azt már láttam, az alapján takarodjál le a pokolba, és akkor Csonka Pici bátortalanul arra hivatkozik, hogy hát ő a Gyűlöletnek a magyar változatában a Vince-nek ő a magyar hangja, és akkor így hát nyilvánvalóan a Szent Péter azt fogja mondani, hát némileg bosszankodva, hogy na jó, akkor menjébe. Na de vissza a filmhez, a gyengébe kedvéért háromszor is szerepel egy vicc a filmbe, az elején, a végén és a közepén. És ez az a vicc, ami nagyon nem vicces. Azt ismered, hogy egy társadalom zuhan lefelé, és miközben zuhan, azt mondogatja, hogy megnyugtassa magát. Eddig minden rendben. Eddig minden rendben. Eddig minden rendben. Nem a zuhanás számít. A leérkezés. Ezek a fiatalok, akik a külvárosokat lakják, ezek rettentően dühösek. Frusztráltak. Rettenetesen frusztráltak. És minden gesztusukban, minden megnyilvánulásukban, minden szavukban benne van az a mélységes reménytelenség, kilátástalanság,
folyamatosan unatkoznak, nem tudnak magukkal mit kezdeni, folyamatosan agresszívak egymással is, meg tehát, hogy mondjam, őket csoportot alkotnak, és mint csoport agresszívak kifelé, de a csoporton belül egymással szemben is agresszívak. Tehát, ha akartok látni egy nagyon jó klippet, ami visszaadja ezt a hangotot, ezt a világot, akkor pötyögjétek be majd a műsor után a Justice, tehát Justice nevű előadónak a Stress. De ez francia, tehát Justice. Justice. Igen. És a Stress, tehát STRESS című számát, és azt nézzétek meg. Ebben a filmben bőségesen kaptok a stresszből. Ez a film, ez semmiféle illúziót nem hagy bennetek. Nagyon-nagyon-nagyon nagy erővel és nagy hitelességgel közvetíti azt a mélységes reménytelenséget és kilátástalanságot, amit a külvárosok fiataljai átélnek, és ahogy egy kritikus írta, nincs munka, nincs pénz, nincs kultúra, lassan már nyelv sincsen, egy ilyen sikátorlingót beszélnek, mint a szárnyas fejvadász lakói. Igazából egy ilyen olvasztó tégely az egész. A lányokból kurva lesz, a fiúkból strici, kábszeres tolvaj, és aztán megszületnek az előítéletek, hogy minden arab tolvaj, és pláne a francia zsaruk fejébe, akik legtöbbször ilyen arabokkal kerülnek érintkezésbe. Na most a film élmény legfőbb forrása a Gyűlölet című film esetében az, hogy olyan mérvű hitelessége az alakításoknak talán még az én számomra is ismeretlen, mint amit itt látható. Tehát egyrészt az alakítások erre... Valami annyira erős és annyira hiteles, hogy néha egyszerűen azt hiszed, hogy dokumentumfilm. Tehát, hogy egyszerűen... Tehát antropológiai igénye, kulturális antropológiai beütése van a filmnek, és gyakorlatilag nagyon sok helyen nem is hazudik. De olyan, mintha mindegyik szereplő magát játszaná. Tehát, hogy olyan, mintha azt csinálnák, amit minden nap csinálnak. Tehát, hogy egyszerűen annyira hiteles, és annyira erőteljes, hogy azt máshogy nem lehet kifejezni, egyszerűen csak megnézni és leborulni Matthieu Kassovitznak a nagysága előtt. Matthieu Kassovitz az egy egyedülállóan nagy zseni, ez szerint a film szerint. Egyébként egy színészről van szó, hogyha láttátok az Amélie csodálatos életét, tehát Amélie-nek a szerelme, aki állandóan keresi azt a bizonyos fotóautomatát, ahol a nem tudom én kifotózik benne, akivel végül összejön az Amélie Poulain. Őróla van szó, ő Matthieu Kassovitz, ő egy színész, aki mellesleg... És játszik ebbe a filmben is. Ebbe a filmben is játszik? Igen, és mit játszik? Én elvétettem, hol van ő benne? Azt kiendet játsza, akit agyon akarnak lőni. Elkapnak. Igen, az ő, csak le van kopaszítva. Jaj, Istenem. És játszik az apja is a filmben, ő pedig a galéria tulajdonosa, és mind a két szereplő negatívan lép fel a három főhősünkkel szembe, az arab, a zsidó és a fekete fős szembe, és egy ismerősöm hívta fel erre a figyelmemet, és aztán csak annyit volt, hogy ülj le, így áll valamit, és gondolkozz ezen, hogy vajon mi az oka annak, hogy Kassovitz magára ezt a szerepet szabta, és hogy az apjára is, aki állítólag a galéria tulajdonos, hogy szintén egy ilyen negatív szerepet szabtak. Mindenkinek negatív szerepe van ebben a filmben. Ebben a filmben kizárólag negatív szerepek vannak. Nincs hőse a filmnek. Csak antihősei vannak a filmnek. Konkrétan. Még Über az, akivel a legjobban azonosulni lehet. Jó, de ezek olyan szerethető alakok. Hát most szerethető? Igen, igen. Hát Vince az a legkevésbé sem. De Vince a legkevésbé sem szerethető. Tehát aki odáll a tükör szeretni? Elé, és a Taxisofőr című filmnek a főszereplőit utánozva előadja magát. Hozzám beszélsz-e? Tehát, hogy na jó, nem. Tehát Vince az semmiféleképpen sem. Jó, majd picit beszéljünk. Said az teljesen antiszociális, tehát az szélsőségesen antiszociális. De mondom, ő még fiatal, tehát lop a boltba, de nála még reménykedhetsz abba, hogy ez csak egy futó kamaszkori póz. Az mert a lényeg, beszéltünk az Amerikai História X című film kapcsán az erőszak köréről, amiből nagyon nehéz kiszakadni. Most a fekete srác Über, ő megpróbál kiszakadni. Ő profi boxoló akar lenni, leáll a kábítószerről, és ő úgy néz ki, hogy ki tud szállni az erőszak köréből, és az anyjának is elmondja, hogy ő el akar menni erről a lakótelepről. Ugye Párizsban vagyunk, ahol olyan lakótelepek vannak, ahova épp eszű ember nem mer belépni, nappal se. És van Vincent, aki pedig egyre jobban beleszívódik az erőszak körébe, pláne, hogy megtalál egy stukkert, amit egy zsaru vesztett el, és kettőjükre néz fel a fiatal Said, aki pedig így nézzük, hogy vajon melyik utat fogja választani.
Igen, belépő is az erőszak körébe, vagy pedig egyszer csak rájön, hogy innen el kell húzni. Nagyon-nagyon életképes értelmezés, mely szerint Vincent és Über, ők Saidnak a lelkéért viaskodnak. Igen, mint egy angyal és egy ördög. Ez tényleg, ez olyasmi, de és azt kell tudni, hogy ezen belül pedig, tehát persze ez csak egy relációban érvényes, mert mindegyik halál frusztrált, és mindegyik halál dühös, és mindegyik utálja a zsarukat. Tehát, hogy igazából ennek az egésznek csak a belső dinamikáján belül értelmezve vannak ezeknek a helyi értékeknek értelme, hogy az egyik angyal, a másik ördög, valójában mind ördögök. Egytől egyig ördögök, akik pedig velük szemben állnak, a zsaruk, hát azok se különbek semmivel. Tegnap este a balé alatt futok egy toronyház körül, és a sarkon páf, egyszer csak egy tejénbe botlok. Komoly? Jobb lesz, ha nem szívsz annyit, mert tényleg az agyadra megy. Szállj le az ágyamról, mert különben beköpöm a nagyinak, hogy drogozok. Köp csak be, majd jól megfojtlak, aztán elkapom a lábad, és fellógatlak, hogy belefulladj a véredbe. Nagyi! 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 Kopj le! Vissza ne ülj az ágyamra, érted? Nagyi! Fogd már be, unom a vérben, világos! Spicli. Menj már ki! Menj már ki! Hogy beszélsz a hugommal? Nincs sót! Beszélsz a nagyanyáddal! Mi van? Nem vagy az apám! Miért beszélsz apám? Te meg az anyádnak hiszed magad, de mi van? Különben is, miért nem vagy a suliban, mi? Szét van verve a suli. Mind így kezdve, aztán a végén nem jár egy se a zsinagógába se. Így van ez, édes fia, miába beszélsz? Nagyi, nem én vertem szét az iskolát, fogja már föl! Te sem jársz a zsinagógába! Te sem jársz a zsinagógába! Jól nézünk ki, hogyha mindenki elfut minden vita elől, mi lesz annak a vége? Ha legalább egy irányba futnánk, igaz, Nagyi? Mázolt a... Erre azt mondja, tudod mit? Én pénzért bármit megtennék, még embert is ölnék. Azt mondja a haverjának, azt hiszem, dohányért még téged is kinyírnálak. A csávó totál paf lesz. Erre a másik, azt mondja, na ne, csak hülyültem, te haver vagy, nem öllek meg pénzért, ingyen is kinyírlak, ingyen is. Hát nem halálbika duma, azt mondja, téged kinyírlak ingyen is. Hé, Vince, nem halálbika, nem halálbika. Saidot hallottuk itt, aki próbált tetszelegni a vicceivel a Übernek és Vincentnek. De nem, itt az az elkeserítő. És mindez gyönyörű szép fekete-fehér képekbe kapjátok, tehát ha azt mondjuk ugye, hogy fekete-fehér film, akkor alva ráborulunk az asztalra, és menekülve, sikítva menekülünk. Ha van fekete-fehér film, amit bátran, melegen ajánlok annak is, aki ki nem állhatja, akkor ez az a film. Amikor felállsz akkor össze, hogy úristen, nem is láttam színes filmszalagot, és gyönyörű szép, és azt nagyon, mondta, nagyon, azt mondta nagyon, Robi, nagyon, hogy nagyon a színészi alakítás meg a dokumentarista erő, de ennek a filmnek legalább annyira a rendkívül kreatív újításokkal telerakott vizualitása. Hát, nagyon-nagyon jól van fényképezve. Tehát zseniálisan van fényképezve. Gyönyörű szépen. Na most itt ezek a hősök, ezek a figurák, ezek mind borzasztóan önérzetesek. Tehát mindegyik kikéri magának, ha az anyját szidják, mindegyik vagy kikéri magának, ha a húgát szidják, de közben mit érdekli őket az anyjuk meg a húguk? Nem is érdekli őket. Tehát, hogy egyáltalán, tehát, hogy így nem érdekli őket igazából semmi, de közben meg játsszák az önérzetest, valahogy az önérzetüknek nincsen semmi fedezete. És olyan, mintha semminek nem lenne semmi súlya. Tehát, hogy folyamatosan jár a pofájuk, folyamatosan beszélnek, folyamatosan önérzeteskednek, meg pattognak, ugrálnak, emberkednek, és nincs mögötte semmi. Semmi mögött nincsen semmi. És ott áll egymással szemben két banda. És ez az, aminek gyakorlatilag minden illúziót szerte foszlat Kasovic ebben a filmben. És az egyik bandát úgy hívják, hogy rendőrség. Az egyik bandát úgy hívják, hogy rendőrség, a másik bandát meg úgy hívják, hogy külvárosi zavargók. És nincsen köztük semmi különbség. Konkrétan semmi különbség. Tehát itt két törzs áll egymással szemben. Arról van szó, hogy Vincent megtalálja a rendőröknek az előző estén a zavargásokba elvesztett fegyverét, és bedugja az övébe, és azt várja, hogy a tévé vajon mikor számol be arról, hogy Abdu barátjuk, ha jól emlékszem a névre, az meghal vajon a rendőri vallatás miatt, vagy nem. Tehát gyakorlatilag a bosszúra készül, és annyira... De a rendőrök is ugyanígy szívják annyira magukat. Annyira sűrű a dramaturgiája a filmnek, mintha egy színdarabot látnánk, és megjelenik egy pisztoly, és tudjuk, hogy ez a pisztoly nem azért jelent meg, hogy ne süljön el valamikor a vége felé a filmnek. De nem tudjuk, hogy ki fogja tartani a pisztolyt, és nem tudjuk, hogy kit fog eltalálni, de az a halmozódó, erősödő gyűlölet, ami a társadalom többségi és a lakótelepekre szorított szegregált részek között felhalmozódott, az el fogja sütni ezt a fegyvert.
Az igazság, hogy ugyanolyan aljasak, és ugyanolyan kiszerűek, és ugyanolyan bosszúvágyóak, és ugyanolyan mocskosak a rendőrök, mint a zsiványok. Konkrétan az egyik jelentben azt látjuk, ahogyan megkínozzák a szinte semmiért bevitt. Igen. Kettőjüket is, tehát konkrétan Saidot és Übert. És közben zajlik a kiképzése egy fiatal rendőrnek, akinek megmutatják, hogy hogyan kell megkínozni. Hogy kell bánni ezekkel. De a francia zsaruk mindig is híresek voltak a keménységükről. Na jó, hát Kasovic egy zsaru ellenes filmet akart forgatni. De pont ezt akarom mondani, hogy de itt ez a keménység, ez nem egy vagány keménység, ahogyan az Alain Delon filmek világában látjuk a kemény francia zsarut, aki azért tétje. Sikeres, mert oda mer ütni. De nem, nincsen tétje. Semmit nem akarnak kiszedni belőlük. Nem is kapták rajta őket semmilyen bűncselekményen. Tehát egyszerűen csak kiemeltek két suttyót a külvárosból, és jól megkínozzák őket. Aztán kiengedik, mert nincs ellene semmiük. Tehát ugyanez, tehát az öncélú erőszak, az öncélú frusztráltsága, teljesen alaptalan, egymás ellen való folyamatos hergelődés és acsarkodás filmje a gyűlölet. Quand des adultes volent ton enfance, pas imagine un mur et aboli la rage. Car impossible est cette pétain voulu la rage de voir autant de CRS armés dans nos rues. La rage de voir ce putain de monde s'autodétruire et que ce soit toujours des innocents au centre des tirs. La rage, car c'est l'homme qui a créé chaque mur, ses barricades et béton. Est-il peur de la nature? La rage. A Gyűlölet című filmről beszélünk, talán nem tévedek, hogyha a francia Trainspottingnak is nevezhetném, csak egy 90-es évek fiatal szubkultúra. Hát igen, nem. Nagyon a szórakoztató nem. Szerintem itt nagyon fontos szó, ugyanis én sokáig egyszerűen kerültem ezt a filmet, hiszen nem akartam megnézni egy filmet, aminek az a cím, hogy a Gyűlölet, valahogy nem vonzott ez a világ, de ennek a filmnek akár az Unalom is lehetne a címe, de az még rosszabb cím lett volna. Sokkal többet kaptok a filmben, mint gyűlöletes és unalmat, és legalább annyira szórakoztató szerintem, mint a Trainspotting. Igen, de a gyűlölet az egy komoly és konkrét tétre megy. Nagyon nagy tétre megy. Igen, hát sokkal nagyobb. Tehát ez nem a drogos világról szól, nem, hanem nagyon, nagyon komoly társadalmi. Drogoznak benne, de problém. A leglényegtelenebb igen. dolog. És nagyon fontos, hogy említettük, 2005-ben volt ősszel egy nagyon komoly zavargás Párizsban, és aztán azóta egy csomó, és akkor Kasovic rengeteg média megkeresést kapott, és aztán kirakott inkább egy szöveget a honlapjára, amiben olyanokat nyilatkoztat ki, hogy nehéz túllépni a politikusok morális nélküliségen, ami kivívja a fiataloknak a mostani gyűlöletét, mégis önuralomra kell intenem magam, hogy ne bátorítsam a lázongókat, mármint a külvárosi fiatalokat. Sárközi, aki akkor még belügyminiszter volt. Most már ő a köztársaság elnöke. Franciaországban. Sárközi, aki úgy jelent meg a francia médiában akár egy amerikai sztárjelölt, és aki az utóbbi években megmutatta politikai ambícióit, megragad minden alkalmat, hogy saját népszerűségét növelje. Ez alkalommal Sárközi, aki a lázongókat a söpredék jelzővel illette, mindennel szembeszállt, amit a francia köztársaság képvisel, a szabadság, az egyenlőség és az emberek testvériségének eszmét, és aztán a szövegben gyenge, demagóg és önimádó Napóleon nevezi Sárközi. Jó, hát ezek kemény szavak mindenképpen, mert ők a Sovicnak a részéről, ami kivel kapcsolatban... Gyakorlatilag felelőssé teszi a helyzetén, részben őt nevezi meg felelősnek, hogy semmiféle tiszteletet és empátiát nem képes a külvárosi lakók iránt tanúsítani. Hát Kasovicról egyébként azt is tudni kell, már ezzel a filmmel kapcsolatban, hogy 1995-ben Cannes-ban megkapta a legjobb rendezőnek járó díjat, ezért a filmért és minden alappal, azt mondhatjuk erre. Az anyád de halára bika. Töltve van. Az anyád de szép. Mit akarsz vele? Ne csináld, Hubert. Mit akarsz vele? Attól függ, Abdel meghal-e. Adi, te írd. Ki akarsz nyírni egy zsarut? Tudsz jobbat ahhoz, hogy tiszteljenek? Tisztelni fognak, ha lesz egyszer zsarut? Azt nem tudom, tisztelni fognak-e, de 50-50 lesz. Ha Stukker kellett, miért nem szóltál nekem? Az nem ugyanaz. Neked küldetéstudatod van? Mi bajod? Miféle küldetés? Én találtam a Stukkert és ennyi, most mit izélsz? És ez segít majd Abdelen? Nem tudom, rajtunk biztos. Most mit szívózol? Nagy barom vagy te. Őrült szarba mászol, ha érdekel. Azt csinálok, amit akarok, semmi között nem hozzá. Akarok balhét. Akkor ne tudj róla és tűnj el innen. Na, ez egy 9-es film, nálam legalábbis. És a zene, amit hallottatok, az a La Rage, La Rage című szám, amit szintén a megkeresett a lázadás konkrétan.
És ez a szám, amit játszottunk az előbb, ez egy antikapitalista, altermondialista, ahogyan Franciaországban globalizáció kritikus nevezik szám, és így már is ott vagyunk a háttérben, hogy mi az, ami előállítja ezt a kiúttalan külvárosi negyedet. Itt nem rasszok háborújáról van szó, hanem a kapitalizmus által legyártott kilátástalanságról. Nem, itt abszolút gazdagok és szegények harcáról van szó. A szegények oldalán a szegények harcolnak, a gazdagok oldalán meg a rendőrök. Itt erről van szó. Ez egy kifejezetten szociális természetű vagy jellegű háború, és abszolút nem rasszizmusról van szó. És egy profétikus látomás ez a film, de nem azért, mert azt arra vár, hogy megtörténjen az a káosz, hanem éppen azért, hogy megtörténjen egy váltás a fejünkben, hogy ne várjuk meg a leérkezését ennek a társadalomnak, ennek a problémának. Egy SMS. Egymás után néztem meg 96-ban a Trainspottingot és a Gyűlöletet, akkor is most is azt gondolom, hogy sokkal jobb a Kassovitz film. Hát sokkal igényesebb. Főleg a színészek miatt, írja Gábor. Tehát ez a film szerintem egy 9-es, Viktor, tárnyasd. Hát egy nagyon-nagyon erős 9-es.